Magyar Péter beperli volt barátnőjét Fóg Evelint, mert szerinte hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával zsarolta őt és a Tisza pártot. A párt elnöke ezt az Egyenes beszédben is elmondta. A Híradónknak nyilatkozó politikai elemző szerint a Tisza párt népszerűségét eddig sem tépázták meg Magyar Péter magánéleti ügyei, sőt a kormány új témát is adott az ellenzéki vezető kezébe. Szerintem ne keverjünk össze egy Rogán-Völner-Sadl ügyet, amely a kormány legfelső szintjéig ér, és egy éppen megalakult, vagy még meg sem alakult párt belső beszélgetéseit, vagy egy pár veszekedéseit, vagy magánbeszélgetéseit. Erről beszélt Magyar Péter az Egyenes beszéd vendégeként annak kapcsán, hogy a volt barátnőjének hangfelvételei lehetnek a Tisza párt alapításának idejéből. A Tisza párt elnöke szerint Fóge Levelin Indexnek adott interjúja tartalmában nagyon hasonló ahhoz, amit még volt felesége Varga Judit mondott korábban, mindez pedig a kormánypropaganda tevékenységének tulajdonítja. Magyar szerint Fóge Evelin hónapok óta zsarolta, hogy nyilvánosság elé áll, ezért feljelenti volt barátnőjét. A politikus azt mondta, szerinte a Fidesz pénzzel bírta rá a korábbi élettársát, hogy adjon interjút. A volt barátnője azt válaszolta a közösségi oldalán, nem követett el zsarolást, és ha kell, a nyilvánosság előtt védi meg magát a vád ellen. A zsarolás egy vagyonelleni bűncselekmény, erőszakos vagyonelleni bűncselekmény. Tehát aki jogtalan haszonszerzés véget mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz. Borbély Zoltán szerint a büntetőügyek, így a zsarolás vagy kényszerítés esetében a tárgyalás nyilvános, rendkívül ritka esetben ítéli meg a bíró a zárt tárgyalást. Magyar Péter korábban. Csütörtökön Magyar Pétert az M1 Köztelevízió, valamint a Kossuth Rádió is kérdezte egyebek mellett a volt barátnője állításaival kapcsolatban. Magyar Péter kiemelte, mindössze a politikai színre lépését követő 218. napon hívták meg a közmédiába. A televízió és rádió működését is kifogásolta, ahová október 5-én tüntetést is szervez. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint, ha bírósági eljárás vagy más okokból napirenden marad az ügy, hosszú távon is kellemetlen lehet Magyar Péternek, de ezt a politikai hétköznapok könnyen felülírhatják. A Fogel interjú akadályozhatja Magyar Pétert abban, hogy minél inkább megnyerje magának a Fideszes szavazókat. És az látszik a kutatásokból, hogy neki eddig alapvetően az ellenzéki szavazókat sikerült elérnie. Hát ebből a szempontból sem jön neki nagyon jól a Fóge Evelin interjú, de mondom, Orbán Balázs segített most egy kicsit Magyar Péternek, hogy jobb legyen a helyzete. Nagy Attila Tibor szerint Magyar Pétert többször érte főleg a kormánypártok felől kritika a magánélete miatt, ugyanakkor a választókat ez eddig nem tántorította el a Tisza párt támogatásától.